Vonzódik a kihívásokhoz, megfontoltan dönt, inkább motivál, mint utasít. Kitartó és rendületlenül hisz a szakmai tudás erejében. Ő Jankovics István, aki 50 évesen lett vállalkozó. 20 év alatt nőtt fel az irányítása alatt egy családi vállalkozás, mely ma évi 1 milliárd forint árbevételt termel, és amely 48 munkatársnak kínál biztos megélhetést. Jankovics István vállalkozói életét egy győri nagyvállalatnál szerzett tapasztalata alapozta meg. A Rábagyár elődjébe, a Magyar Vagony és Gépgyárba 1960-ban géplakatosként bekerült fiatalember, akkor még nem sejtette, hogy a legendás szocialista iparvállalatnál 30 évet fog eltölteni, és abban a 3 évtizedben 34 szakmára lehet rálátása. A rábás alapozás és a munka közben megszerzett technikumi tudás, a vezetői tapasztalatok fokozatos megszerzése elegendőnek bizonyult egy vállalkozói életút kibontakozásához. A rábás évek alatt Jankovics István 100 újítást írt le, hogy mit, miért, hogyan lehet jobban, olcsóbban legyártani. Akkor még nem sejtette, hogy ez a látásmód végigkíséri azon a pályán, amelyet már a gépipari nagyvállalati tapasztalat birtokában kezdett el saját elképzelései szerint felépíteni. A Jankovics Hidraulikát 1992-ben Jankovics István és felesége alapította meg. A hidraulikus gépek korszerűsítésére, javítására létrejött kicsi vállalkozás olyan piaci résbe tudott beépülni, amelyet akkor Jankovics István ismert fel. A gépipari vállalkozások hidraulikus berendezéseinek szervize fehér folt volt az ipar palettáján. Ebből bontakozott ki az egyedi gépek, a hidraulikus főegységek tervezése és gyártása. Jankovics István cégvezetői erőssége a kihívások és a piacérések felismerésében rejlik. Tipikusan az a vállalkozó, aki a partnerekkel együtt tudott fejlődni. A megbízó vállalatnál adódó feladatok megoldása lépésről lépésre vitte előre a Jankovics Hidraulikát. A partnerség, az együtt gondolkodás megtérült, hisz a győri vállalkozás ma nem csak magyar, hanem multinacionális cégek megbízható partnere. Jankovics István cégvezetői hitvallásának másik pillére a kiszámítható fejlődés és a stabilitás. A cégvezető mindig tartózkodott a hirtelen, lökésszerű növekedéstől. A fejlesztési irányok meghatározását, a beruházások megvalósítását rendre megelőzték a minden lehetőséget számba vevő elemzések. Ez a cégvezetői szemlélet 2 évtizeden át egyensúlyban tudta tartani a céget, és a jövőben is megalapozza a folyamatos növekedést. Az iparban szerzett referenciák persze arra kötelezték a cégvezetőt, hogy tartsa a lépést a nagyokkal. A fejlődés kulcsa a szellemi hozzáadott érték volt. Jankovics István mindig is erősen támaszkodott a munkatársak tudására, hozzáértésére. Hitvallása szerint a Jankovics Hidraulika erőssége a szakmai tudásban rejlik. A 48 munkatársból 26 mérnök és a szakmunkás csapat is folyamatosan képzi magát, mert erre indítatást is kap a cégvezetőtől. Nagy erénye a vállalkozásnak a csapatszellem, a munkatársakat összekötő kohézió, mely egyben tartja a Jankovics Hidraulika közösségét, s amelyben gyakorlatilag nincs fluktuáció. A cég családbarát jellegét jól mutatják azok a rendezvények, amelyekre a dolgozók összesen 76 gyermeke és unokája kap meghívót. Jankovics István a tudásbázisú szemléletet követve erős kapcsolatokat alakított ki a Széchenyi Egyetemmel. Ennek köszönhető, hogy számos mérnökhallgató írta diplomamunkáját a cégnél, s vált végzett mérnökként maga is a Jankovics Hidraulika Kft. Közösségének alkotó tagjává. A rendszerváltás után létrejött családi vállalkozások a cég alapító szakmai kihívásából és a család támogató hozzáállásából tudtak felépülni, talpon maradni és sikeressé válni. A nagy kérdés, hogy a stafétabot átadható-e a fiúknak és a lányoknak, a Jankovics családban is felmerült. A vállalkozás eljutott egy olyan szintre, ahol már gazdasági léte stabil, referenciája, üzleti hírneve megkérdőjelezhetetlen. A történetnek folytatódnia kell, és folytatódik is. Jankovics István vezetői erényeit a vállalkozás sikeressége mindennél jobban fémjelzi, de az elmúlt évtizedben megszerzett sok-sok vállalkozói és támogatói elismerés meg is erősíti.
Ezek a díjak üzenetek a gazdaság, a szakma, a felsőoktatás oldalairól, és arról szólnak, hogy érdemes a kihívásokat elfogadni. Jankovics István tipikus példája az alkotó, a feladatokat vállaló embernek. Folyamatosan a holnapra gondol, és megvan az a képessége, hogy erre az útra másokat is magával vigyen.